Gáspár Sándor a Kassai utcai játszótéren várta a településrész lakóit, hogy beszámoljon az elmúlt időszakban végzett munkájáról. A 800 számú választókerület képviselője elmondta, hogy a körzetben számos problémát sikerült megoldani az őszi fórum óta. Itt többek között kicserélték a Kassai utcai óvoda nyílászáróit, valamint az intézmény udvara rossz állapotú betonburkolat helyett térkövet kapott. A könyvtár, hogy a szakmunkás képző volt kollégiumába beköltözött, ott most kialakításra került egy kerékpártároló, valamint ha jövünk az Apafi és a Vörösmarty sarkon, ott a parkoló az fehér apró kavicssal fel lett szórva, tehát most már ott sincs sár. Ha a Szép utcát nézzük, ott a egyesített kerékpár és járda hibájai, most ugye a kátyúzással kapcsolatban ezek ki lettek egészítve, tehát ki lettek cserélve, most már bátran lehet rajta közlekedni. Ennek ellenére a Szép utcai kerékpárúttal kapcsolatban több panasz is érkezett. Az egyik itt élő lakos annak veszélyeire hívta fel a városvezetők figyelmét. Farkas Éva Erzsébet polgármester válaszul elmondta, bízik abban, hogy az újabb kresztáblák és gömbtükrök kihelyezése javít majd a helyzeten. Gáspár Sándor képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén a járda programban a Vörösmarty, a Martinovics és a Hargita utcák újulnak meg, valamint a Start program keretében a Lilium, a Tompa és a Hóvirág utcákban is lesz rekonstrukció. Vadas Mihály örömmel fogadta a hírt, azonban nem érti, hogy az Adriai utca miért maradt ki ebből. Lakosokkal annak idején megcsináltuk a járdát, hát én raktam le annak idején, még 20 évvel ezelőtt. Hát elég kellemetlen most már, hogy elég hipe-hepe-upás az a járda. Sanyi mindig azt mondta, hogy nincs rá keret. Hát én csak ennyit szeretnék mondani, hogy akkor egyszerűen oldjuk már meg ezt a problémát is majd, jó Sanyi? Ne csak mindig ígérgessünk, hogy nincs rá keret, meg ilyen egyéb dolgok. A járhatatlan részek kijavítására ígéret hangzott el, azonban új térkövet az idei programban nem tudnak biztosítani erre az utcára. Farkas Éva Erzsébet polgármester a fórumon beszámolt a jelenleg zajló fejlesztések állapotáról, valamint tájékoztatta a lakosságot, hogy nemrégiben újabb, több mint 1 milliárd forintot nyert pályázatokon Makó. Ebből többek között jut az ipari park bővítésére, a Honvéd városrészben különböző közösségi programok szervezésére, a Csipkesor üzletsorának felújítására, valamint új kerékpárút létesítésére is. Több városrészben már most elég szépen kiépített kerékpárútjaink vannak. Most Hódmezővásárhely, Maroslele, illetve Makó konzorciumban együttműködési megállapodásban nyújtott be pályázatot. Makó tekintetében ez egy 400 millió forintos beruházás, érinti a közigazgatási területen belüli részt is a városban. Ez elsősorban éppen majd itt a Bertántelepi résznek egy területét is. Ezt követően Kádár József képviselő már a Búza utcai bölcsöde épület előtt számolt be a közelmúltban elvégzett munkákról, így többek között a belvíz elvezetők tisztításáról, valamint a járda átkötések hibáinak kijavításáról. Igazából az illegális szemételhelyezés volt az egyik fő probléma, ami sajnos a magánházaknál van elhelyezve, de ugye ez nagyon problémás, mivel az önkormányzat nem mehet be a portára, de azért valami módon megpróbáljuk ezeket megoldani. Hát illetve a vízelvezető árkok, járda, illetve hát a fákkal most már azért egyre kevesebb probléma van, remélem, úgyhogy ezeket már sikerült megoldani. Mint megtudtuk, ebben a körzetben a Vásárhely és az Alma utcában lesz új járda, melyek kivitelezése jelenleg is zajlik. A fórumon szóba került a helyi orvosi rendelő helyzete is. Farkas Éva Erzsébet polgármester lakossági kérdése válaszolva elmondta, néhány nap múlva kezdik a Jussila utcában lévő egykori bölcsöde átalakítását, hogy ideiglenesen ide költözhessen az újvárosi rendelő, melynek épületét ezt követően teljes körűen felújítják. A lakossági fórumok sorát hétfőn 17 órától Marosvári Attila a Rádai lakótelepen, valamint 18 órától Kovács Sándor a Csanád vezértéren nemrégiben felállított országzászlónál folytatja.